KÉSZ csoport 40 éve alakult, egy GMK-ból nőtte ki magát, 2-3 fő dolgozott eleinte még a vállalaton belül, most pedig már több mint 2000-en vagyunk a régióban, több országban is jelen vagyunk, például Romániában, Szerbiában és Németországban is. Eleinte acélszerkezet gyártásból és szerelésből éltünk, most pedig gyakorlatilag az építőipar teljes palettáját lefedjük, és egyébként az építőipar mellett más ágazatokban is érdekeltek vagyunk, ilyen például az energetika. Egyértelmű törekvésünk az, hogy az iparágban innovátor szerepet töltsünk be, és minden olyan innovációs törekvésünk erre irányul, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban tudjuk dolgozni. Hogy egy-két ikonikus projektet említsek az elmúlt időszakból, mindenképpen megemlíteném a Hung Expo teljes újraépítését, ami a KÉSZ csoport történetének legnagyobb projektje volt, és egyébként Magyarország legnagyobb beruházása volt az elmúlt időszakban, de említhetném az éppen most épülő és a jövő évi atlétikai világbajnokságnak otthont adó nemzeti atlétikai stadiont, de emellett dolgozunk a Magyarország legmagasabb épületén, a MOL Campuson. Az egyik kedvenc kollégám mondta azt, hogy most cserélte le a korábbi gépét, és kinyitotta, és azt látta, hogy úristen, ez egy új dimenzió. Nekem már volt mindenfajta vezetői laptopom, és most én is egy Lenovo ThinkPad-et használok, ami sokkal stabilabb az előzőhöz képest minden tekintetben. Tehát most nem csak az anyag használat tekintetében, hanem az, hogy mennyi idő alatt áll fel a rendszer, miután kinyitom, milyen gyorsan tudok benne pár funkciót váltani, és sokkal használhatóbb, mint a korábbi, azzal mindig problémáim voltak. Az eddigi benyomásaink a munkállomásokkal kapcsolatban az, hogy egy nagyon stabil gépről van szó, iszonyatosan gyors, tehát hogy gyakorlatilag észrevehetetlenül gyorsan dolgozik a háttérben. Ami számottevő különbséget hozott, az ugye az időmegtakarítás, ami az egyes rendszerek futásánál nekünk egy kieső idő gyakorlatilag, és ezekkel az új állomásokkal ez az idő jelentősen rövidült. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mind munkamorál szempontjából, hogy ezek a kieső idők csökkenjenek, mind pedig a hatékonyság szempontjából, hogy arra használjuk a gépet és az embereinket, amiben igazán jók, ne arra, hogy várakozzanak. Hogy miért ajánlanám a Lenovo termékeket másoknak? Elsőként mindenképpen a megbízhatóságot mondanám, de jelen esetben pont a Workstation-ok kapcsán ezt a csúcs teljesítményt is tudom mondani, ami egyedülálló most a piacon. Olyan kiemelkedő teljesítmény paraméterekkel rendelkeznek a B-szériás munkaállomások, külön kiemelve Intel Core i9-es processzor családot, ami a parametrikus tervezés során lefutatott tesztekben egyértelmű győztesnek hozták ki ezt a termékpalettát. Az Intel Core i9-es processzorok teljesítménye például a Rhino és Grasshopper alkalmazásokban futtatva kb. 27-28% ponttal stabilan minden más megoldást megelőznek. Összességében legmagasabb műszaki tartalmat tudtuk megkapni egy nagyon optimális árszinten. Soha nem éreztette a Lenovo velünk azt, hogy értékesíteni kíván számukra bármit. Egy olyan hozzáállást kaptunk a Lenovo-tól, hogy hogyan tudja az üzleti céljainkat támogatni, és ez egy nagyon nagy pozitív hozadéka volt a tendereztetési eljárásnak. Minden olyan piaci szereplővel felvettük a kapcsolatot, aki egy nagyvállalati környezetre megfelelő szolgáltatást és megfelelő terméket tud nekünk szállítani. Tendereztetési eljárás során szűkült végül is le a kör a Lenovo-ra és a Lenovo termékeire. Mióta a Lenovo termékeit használjuk, azóta jelentősen csökkent az IT beavatkozások száma, a felhasználók állásideje csökkent. Ezt én egyértelműen a Lenovo termék minőségének az előnyére teszem. Nagyjából egy évvel ezelőtt tértünk át a Lenovo eszközeire, azóta felhasználók is elégedettebbek, az IT-sok is elégedettebbek, mert nincs annyi szerviz munkájuk. Az eszközök stabilabban tudnak működni, nincs vele egyáltalán minőségi problémánk. Azt gondolom, hogy a Lenovo termékek teljesítményben is megelőzik az előző gyártó termékeit, és ez úgy tűnik, hogy tartós trendként látszódik a jelenleg használt termékvonalban is. Az a pozitív élmény a Lenovo termékekkel kapcsolatban, hogy nincs negatív kritika.